Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Szent Pálról imádkozzuk, és Balla Jánosné lelki üdvéért ajánljuk fel. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és választással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos minden országültelen Szűz Máriát, az összes szülőkat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre. Amen. Istenünk, teremete Szent Pálnak, a magányban erőt adtál arra, hogy a szegény és alázatos Krisztust kövesse, mint halálig. Közben járására ad meg nekünk is, hogy hivatásunkban hűségesek legyünk, s eljussunk arra a tökéletességre, melyet egy szülött fiatban állítottál elénk, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten, mindörökkön, örökké. Amen. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, Pál, Isten akaratából, Krisztus Jézus apostola és Timóteus testvér üdvözletét küldi Isten korintusi egyházának, valamint az összes szenteknek, akik egész Ahájában vannak. Kegyelem nektek és békesség atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus atya, az írgalom atya és minden vigasztalás istene. Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk a szomorkodókat,
azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet Isten nyújt nekünk. Amilyen bőven kijut nekünk Isten szenvedéseiből, olyan bőven árad ránk Krisztus által a vigasztalás is. Ha a szorongatást szenvedünk, azt a ti vigasztalásotokra és üdvösségetekre szolgál. Ha pedig vigasztalásban van részünk, az is a ti vigasztalásotokra van. Ez ugyanis erőt ad ugyanazoknak a szenvedéseknek elviselésére, amelyeket mi is elszenvedünk. Veletek kapcsolatban szilárd a reményünk, mert tudjuk, hogy amint társaink vagytok a szenvedésekben, úgy társaink lesztek a vigasztalásban is. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr. Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr. Minden időben áldom az Urat, dicséretét tüntelenül zengi szája. Halljál meg ezt a szelidek és örvendezzenek. Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr. Magasztaljátok az Urat én velem, dicsőítsük az ő nevét mindnyájan. Kerestem az Urat, és ő meghallgatott engem, kiragadott minden rettegésből. Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr. Alleluja. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus látván a tömeget felment egy hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelídek, ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és újjongjatok, mert nagy lesz a ti utalmatok a mennyben. Ezek az evangélium igéi. Kedves hívek, amint bőven van részünk Krisztus szenvedéseiben, úgy bőven lesz részünk Krisztus által a vigasztalásban is, halljuk az apostol szavait. Mert mindenkit ér különféle szenvedés. Az orvostudomány, illetve a pszichológia pedig
változatos fogalomtárral írja le ezt az állapotot. Közös jellemzőjük, hogy fájdalmas vagy kellemetlen, nyomasztó, illetve szorongató érzést kelt bennünk. A szenvedéseink lehetnek testiek vagy lelkiek. És ilyenkor jól esik a vigasztalás, a bátorítás. Az apostol is vigasztal, amikor a szenvedő Krisztusra irányítja a figyelmet, és kilátásba helyezi, ha Krisztus lelkületével viseljük a szenvedést, akkor ő lesz az, aki majd megvigasztal minket. És valóban, ha a szenvedés történetet, vagy Jézus életének más eseményeit olvasgatjuk, akkor fogunk találni olyan részletet, amely valóban hasonlít arra a helyzetre, amely számomra szenvedést okoz. Például, amikor tehetetlen az ember, akkor a keresztre feszített Jézusnak a tehetetlensége juthat eszünkbe. Ő ugyanis a keresztfán egészen tehetetlen volt. A fejét nem mozgathatta a tövis korona miatt, keze és lába pedig oda volt szegezve a keresztfához. Az egyetlen gyógyszert azonban mégis megfogalmazza Jézus, amit Szent Lukács evangéliuma őrzött meg a számunkra, hiszen ekkor így imádkozott: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. De vigasztal bennünket az Atya Isten is, azzal, hogy a kinyilatkoztatásban szól hozzánk. Hogy milyen a kinyilatkoztatás, arra vegyük az alábbi hasonlatot. Akik földszinten laknak, az utcai ablakaikra olyan függönyt tesznek, hogy az arra menők ne tudjanak belátni a lakásukba. Lehetőleg sűrű szövésű függöny, olyan, amely a külső kíváncsiskodó tekintetek elől a lakást és a bennlevőket eltakarja, azonban őket magukat a kilátásban nem zavarja. S ha a szobában valaki ott áll a függöny mögött, akkor látni talán nem fogják, de a hangja elárulhatja őt. Így a járókelők következtethetnek arra, egy bizonyos személy ott áll a függöny mögött. S hasonlóan van ez az Istennel az emberekhez való viszonyában. Isten is közöttünk szintén, mint egy függöny van. Isten lát bennünket, mi pedig őt nem látjuk. Isten azonban sokféleképpen kinyilatkoztathatja magát. Ezt megtette a századok folyamán, hiszen szólt Noéhoz és Ábrahámhoz, Mózeshez a csipkebokorban, a zsidókhoz a Sínai hegyen, végül pedig egyszülött fia Jézus Krisztus által mindjájunkhoz. És ezért mondja Szent Pál apostol, sokszor és sokféleképpen szólt Isten hajdan az atyákhoz, a próféták által, a legutóbbi napokban azonban fia által szólt hozzánk. De vigasztal bennünket a Szent Lélek is az ajándékaival. Nemrég ünnepeltük pünkös napját, részesedjünk hát a Szent Lélek vigasztalásában is. A mai Szent Misében pedig kérjük a Szűzanyát, segítsen, hogy fia által bőven legyen részünk minden vigasztalásban. Amen. Kérjük testvérek, esedezve a mennyei Atyát, az irgalom és vigasztalás Istenét, hogy töltsön el bennünket kegyelmének vigaszával. Add, Urunk, hogy a megpróbáltatások és szenvedések megedzik hitünket és bizalmunkat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy soha se legyen úrrá lelkünkön a szomorúság. Kérünk téged, hallgass meg minket.
Add, hogy amint a szenvedésekkel megpróbálsz, a reményből vigasztalást is merítsünk. Add, hogy a lelki vigaszból a lelkünk megerősödjék. Add, Urunk, megvilágosító kegyelmedet, hogy lássuk életünk értelmét és célját. Mennyei Atyánk, minden vigasztalás Istene, egyszülött fiat halálával és feltámadásával megmutattad emberi természetünk megdicsőülésének útját. Kérünk, erősíts meg vigasztalásoddal, hogy belőle erőt merítsünk megpróbáltatásainkban Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, fogad jó szívvel áldozati adományainkat, melyeket remete Szent Pál ünnepén oltárod előtt hódolunk. Szabadíts ki a földi érdekek hálóiból, és te magad légy a mi igen nagy gazdagságunk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, emeljük fel szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, mert bizony méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert magasztalnunk kell gondviselésed csodálatos titkát, hogy választottaidban, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívod, így már most megtapasztalja azokat a javakat, melyeket a jövendéletben teljesen birtokol. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség, Ura Istenem, dicsőséget betölti a mennyen és a földen, hozzanna a magasságban. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, s néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindjájon.
mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy. Kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindjájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, felment a mennybe, s második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára. Ismert fel benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Ott, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, remete szent Pál atyánkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat, Péter püspökünket, Arnold generálisunkat, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyessen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, mondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben távoztak el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert által árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára is, isteni tanítása szerint, így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyessen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert így az ország, a hatalom és a dicsőség. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét.
őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a felelkedve. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köszönjük mindenkor. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Ízleljétek és lássátok, mi édes az Úr, boldog az az ember, aki benne bízik. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Thank you.
könyörögjünk. Kérünk Istenünk, hogy ennek az áldozatnak erejével, s remete Szent Pál példájával, vezess minket mindig szereteted útján, a jót, amit elkezdtél bennünk, őrizd és érleld meg életünkben, Krisztus dicsőséges eljövetelének napjára, aki él és uralkodik mindörökkön, örökké. Amen. Az Úr legyen veletek. És veled. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak. Istennek.